Üdvözlöm a nézőket! Itt vagyunk Imola Judit asztrológussal, Dóri vagyok, és hoztunk nektek mindenféle izgalmas híreket, lehetőségeket és gondolatokat a hónappal kapcsolatban, horoszkóp rovatban. Szervusz! Szia Dóri, és köszöntöm a Fix TV nézőit! Eltelt egy évszak, most lesz tulajdonképpen a csillagászati ősz, szeptember végén indul a mérleghava. És ez Dóri, mit jelent? Van valami, ami eszedbe jut a mérlegről? Biztos van egy mérleg barátnőd, vagy figyelted-e már meg, hogy hogy viselkedik egy igazi nő? Hát amennyire én tapasztaltam, szereti kicentízni az ízlését, az álláspontját, a meglátásait egyéb más dolgokban, a tettei természetesen, ugyanakkor néha hajlamos egy kicsikét a habókosságra is. Tehát amikor gyakorlatilag átbillen egy mozdulattal a túloldalra, ez... Mindent megragadtál, ami a mérleg jegynek, a zodiákusnak a lényege. Hát a kapcsolat körül forog minden. Uh-huh. Egy képet is hoztam a kedves nézőknek, ahol egy szimbólumot megtekinthetünk, hogy egységben szeretne minden zodiákus gondolkozni önmagában, de a mérlegnek mindig fontos egy tükör, a pár, a társ, a kapcsolat, másik. Így van. Tehát a gondolkozása egy mérlegjegyű embernek úgy néz ki, hogy ha nincsen kapcsolata, akkor mindent megtenne, hogy legyen. Ha van, akkor azt foglalkoztatja, hogy de jó-e a kapcsolat? És hogyha jó a kapcsolat, akkor vajon meddig lesz jó ez a kapcsolat? Vagy hogyha már e felől is megnyugodtunk, akkor vajon mit lehetne tenni azért, hogy jó legyen a kapcsolat? És mindig ez a mérleges latolgatás, a dilemmák, a folyamatos kapcsolatban levési igény jellemzi. Ez időnként árnyoldalt is ad egy mérlegjegyű embernek. Például tételezzük fel, hogy optimistán van kapcsolatunk, jó is a kapcsolat, és eszünkbe jut, hogy moziba kellene menni. Hogyha a mérleg párjának jut eszébe, moziba kellene menni, akkor a mérleg megkérdezi, hogy de pont moziba? Miért nem színházba? Vagy hogyha valamilyen filmet nézzünk meg, miért pont azt? Biztos, hogy azt. De hogyha nem megyünk moziba, és otthon üldögélnek, akkor miért nem megyünk valahova? Tehát esetleg moziba vagy színházba menjünk el. Ez a folyamatos beszélgetési igény jellemző a mérlegjegyűekre. Tehát mindig megkérdőjelezi azokat a szembejövő lehetőségeket, ami nem tőle ered. Így van, És ebből így van. Azért lehetnek konfliktusai, nem? Persze. A mérleg jegyű emberekhez fűződik a legtöbb terapeutai vívmány, hogy a konfliktusokat szeretik. Például nagyon híres párkapcsolati terapeuták vannak mérlegjegyűek, de ügyvédek is. És hogyha jó a kapcsolat, akkor sajnos konfliktust is tudnak keverni, mert mindig tesztelik például azt, hogy milyen az a kapcsolat. De látom, hogy készültél, és mérleg színeket próbáltál magadra varázsolni. Tényleg? Ez a gyönyörű szoknya, a nőiesség, illetve az ékszereknek a viselése tipikusan mérleg jellegű. És most megkérdezem tőled, hogy kitalálod esetleg, hogy milyen ásványt hoztam, hogy szemléltessük a mérleg jegyet. Nézd, milyen gyönyörű. Át is nézhetsz rajta. Forgatom. Megnézhetem. Persze. Tenyeredbe is foghatod. Hát ez most kínos, hogy nem tudom, mert eredetileg én ötvös vagyok. Uh-huh. Úgyhogy ezt nekem fel kéne ismernem. Nagyon ritkán használjuk, tehát ötvös mesterségben ritka, inkább terápiában használjuk többször. Ez egy eperkvarc. A kvarcot nagyon nehéz megmunkálni. Nekem volt egy olyan gyűrűm, amit be akartam vetetni, és nem vállalták ötvösök, mert a melegítés nem biztos, hogy állja, és ne roncsuk el. No, ez a mérlegjegységnek egy tipikus szimbóluma, mert ez a finoman kezelés, hogy minthogyha tojásokon járnánk, vagy hímes tojást tartanánk, kézelemzésben, kiromanciában az ujjaknak planéta megjelenítői vannak, és a tenyér belső részében van egy domb, ez a Vénusz domb, a mérlegjegynek a megfelelő, tehát ezt így tartani lehet, és melegít, és simogat, tehát így ajándékba lehet adni, vagy harmónia kezelést lehet vele végezni. Tehát összegezve a mérlegjegynek a jelképei a kapcsolat, a partnerség,
Általában a szépség, a szépre való törekvés, hogy valamit szeretnénk jót tenni a világgal. Feltűnően fontos az esztétika és a látvány, a külsőségek. Az a helyzet, hogy végig az agyamban jár ez a barátnőm, és hát teli találat. Nagyon. A mérleg havában általában megnyílik a bálok szezonja, és a szüreti mulatságok. Én egy kicsit az őszt azért jobban szeretem, mert szebben lehet öltözködni, válogatni. Tehát nyáron strandruhába vagyunk, vagy pólóba, papucsba, ősszel pedig klasszikus eleganciával is fel lehet öltözni, szép cipő, harisnya, hosszú szoknya, selymek, bársony. Ezt most én is egyébként végignéztem a ruhatáramon, és nagyon sok olyan ruhával találkoztam nyáron, amit fájlaltam, hogy nem tudok fölvenni, mert túl meleg van hozzá, kicsit hiányzott az a ruha, de nekem ősszel meg elkezd hiányozni a nyári ruha. Na majd most, tehát biztatok minden kedves tévénézőt, hogy öltözködünk szépen, kellemesen szépen beszélgetünk, társalgunk, és minél több rendezvényre járjunk, hiszen erről szól a hónap, és akinek van kapcsolata, annak jobb lesz, akinek nincs, annak még lehet. És mi van a többi jeggyel? Hiszen nem csak a mérleg van a hónapban. Ők mit várhatnak a hónap hátra lévő részében? Illetve leginkább most ezen a héten. Most beszéljünk a 39. hétnek a jellemzőiről, mert ez a hét minden zodiákus jegyre nagyon erős hatással lesz. Szeptember 23-án vált a zodiákus, tehát ezen a napon lép a nap a mérleg zodiákus jegybe. És szeptember 28-án lesz egy annyira intenzív hatás, kos jegyben lesz a teli hold, amit minden zodiákus jegy megérez. A kos és a mérleg jegyű emberek azt érezhetik, hogy valamilyen döntést igényel a kapcsolatuk, és fontos lenne, hogy változtassanak, egy nagy feszültséget kell lekezelni magukban. Tehát azt tanácsolom minden kos és mérleg jegyű embernek, hogy érdemes a konfliktusokat terápiásan kezelni, nehogy például egy erős hangulat miatt, agresszió miatt felmondjunk egy munkahelyen, vagy beadjunk egy vállópert. Tehát türelem, kitartás, először menjünk el futni, és utána hozzunk egy fontos döntést. A mérleg és a kos jegyűekre ez jellemző. Kapcsolat minden szinten, párkapcsolat és munkakapcsolat kritikus időszakokat hozhat. Aztán sorolnám a bika és a skorpió jegyű embereknek az alkalmakat, hogy mit tartogat nekik az idő. A mérleg jegynek a Vénusz bolygója a bika jegyű emberekre is érvényes, és nekik fontos tudni, hogy megnyilvánulhatnak előnyösen például szereplések módszerével, kommunikációs eszközökkel a munkahelyükön. Tehát, hogyha szeretnének egy jó prezentációt tartani, vagy be akarnak adni egy önéletrajzot, akkor érdemes ezzel foglalkozni. A mérleg jegyűeknek, hasonlóan, mint a bika jegyűeknek, ilyen jó szereplési lehetőségekkel érdemes foglalkozni. A skorpió jegyű embereket biztatnám, hogy felőlük elmúlik egy kínos fekete felhő. Két éven keresztül nagyjából járt fölöttük a Szaturnusz bolygó, a karmának a planétája. És most nem régen a nyilas jegybe ment át ez a Szaturnusz bolygó, más néven Kronosz. Tehát a vizsgáztatási helyzetek, esetleg az esélytelenség vagy a nyomasztottság elmúlik a skorpió jegyű és a skorpió aszcendensű emberekről, és érdemes már keresni a fényt az alagútnak a végén. Na most segíts, Dóri, vajon melyik zodiákusról nem beszéltem még? Hát biztos, hogy a halakról jegyet? Nem. Halakról nem. No, a halak jegyű embereknek egy folyamatos jó hatást hoz az, hogy a jegyükön keresztül halad a Neptunusz bolygó, és a halak jegyben érvényesül nagyon jól minden vénuszi hatás is,
hiszen a Vénusz az erőben, méltóságban, rangban jól érzi magát a halakjegyben. Egy kivételes, jó alkalmat tartogat az idő a halakjegyű embereknek is, de elmondom azt is, hogy mire vigyázzunk. Például a médiának a kétséges hatásaival óvatosan kell bánni, mert mit is tapasztalunk, zaklatottak az idők, és érdemes figyelni arra, hogy ítéljük meg helyesen, vajon igaz-e az, amit a médiából hallottunk. Tehát egyfajta józan kritikával érdemes kezelni azt, amit például a tévében vagy a rádióban hallunk, nem beszélve az internetről, hogy semmi nem az, aminek látszik. Halakjegyű embereknek javaslom, hogyha van valami elintézni valójuk, akkor először csinálják meg, és utána kapcsolódjanak a hálóra, nehogy elsodródjanak. Hát ez máskor is jöhet. Aztán ikrek. Jó, ikrek és nyilas párosról beszélnék. Mind a kettőre érvényes lesz az a hatás, hogy az ikrekjegyű embereknél fontos tudni, a kommunikáció érdekli őket, gyorsan, hamar szeretnek mindent megtudni, és szeptember utolsó hetében számítaniuk kell elromlásokra. Például ellenőrizzék, hogy le van-e mentve minden adatuk, telefonszámuk. Meg kell nézni, hogy működik-e mindenük, fel van-e töltve a laptopon az akku, jól működik-e az autó, biztosan tudják-e a címet, esetleg tudják-e, hogy valahol felújítás várható, esetleg megváltozott-e valami a közlekedésben. Szóval erre lesznek esélyek. Fel van-e töltve az elem? Fel van-e töltve az elem, vagy például itt a stúdiónál is keringtem egy kicsit azért, mert itt éppen építenek valami szépet, újat, de egy másik bejáratot meg kellett találnom. Tehát időbe induljunk el. A nyilas jegyű embereknél érvényes az, hogy szeretik tudni, hogy mi az igazság, és rájuk egy kritikus időszak jár mostanában. Tapasztalhatják, hogy meg kell válogatni a szavaikat, és nem tudják elmondani a véleményüket. Össze is csaphatnak a vélemények. Tehát meg kell válogatni a szavaikat, és először győződjenek meg arról, hogy egy véleményen vagyunk, és csak utána mondják el a saját titkaikat, ami a meggyőződésük. Beszéljünk akkor még a rákjegyűekről. Őket a telihold nagyon érzékenyen érintheti a 39. hétben, és érdemes arra gondolniuk, hogy egy védett zugot találjanak, tehát például otthoni elfoglaltságokkal törődjenek, például a hónap végén intézzék el a ruhák szezon szerinti csoportosítását, pakolást, nyárit el, őszit elő, esetleg egy kicsit varogathatnak. A 39. héten nyilas holddal indul a hét, aztán lesz bak és vízöntő. Ez az embereknek általában véve egy fegyelmezettséget ad. Mindenki a saját zugában élheti ezt meg kellemesen, a rákok például otthon és a szeretteik környékén. Segíts, Dóri, vajon kikről nem beszéltünk még? Szűz volt? Hát például a saját jegyem a szűz zodiákus jegy, imádja a szeptember, tehát ilyenkor mindig újra rend lesz, minden elkezdődik a rendes kerékvágásban. A mérleg zodiákus jegy szintén ezt erősíti. A harmóniára törekszünk, és arra, hogy mindennek legyen egy kellemes esztétikai berendezettsége. Sajnos az iskola helyzetre és az egészségügyre nem biztos, hogy ez igaz lesz a mostani időszakban, tehát a munkahelyi környezetekre, az iskolákra és az egészségügyi intézményekre jellemző lesz, hogy új törvények születnek, erre majd vigyázni kell. Beszéljünk még akkor egy kicsit talán a bak jegyről és a vízöntőről. Mind a két jegynek jellemzője a szaturnuszi beállítottság.
őnekik a Szaturnusznak a mozgása azt hozza, hogy az egészségesség, a mértékletesség, a racionalitás és a gondolkozás központosítva lesz most ősszel. Foglalkozni lehet nekik azzal, hogy rendnek kell lenni, és például itt az ország berendezkedésében is, meg a munkájukban is, meg otthon is nekik egy kellemes időszakot nyújt a mostani csillagjárás. Tudnak majd foglalkozni azzal, hogy reálisak legyenek a munkában, és 5-ről a 6-ra jutnak, a logikájuk érvényesül majd. Ezek mind eléggé jól hangzanak. Jól hangzanak, tehát általában véve szép érzésekkel és harmóniákkal indulhat az ősz. Én ezt kívánom minden tévénézőnknek. Hát én is hasonlókat kívánok, és hát akkor visszatérünk a jövő héten, és addig is ezen a héten mindenki vigyázzon magára, és fogja meg a lehetőségeket. Ragyogjanak, látok a csillagok, minden szépet és jót a nézőknek.